Ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora, vendégem pedig Tóth Luca Réka, aki junior prima díjat kapott. Szia, köszöntelek a műsorban! Köszönöm szépen, sziasztok, én is köszöntök mindenkit! Első körben nagyon-nagyon gratulálok! Köszönöm szépen! Mit szóltál, hogyan fogadtad a hírt, amikor közölték veled, hogy idén junior prima díjas leszel? Köszönöm a kérdésedet, nagyon-nagyon meglepődtem, illetve egy nagyon vicces szituációban kaptam telefonhívást. Éppen a napközbeni munkából mentem hazafelé, és a metróban lent taképpen telefonon, és nagyon rosszul hallottam, mert ugye ott elég nagy zaj van, és akkor közölték velem, hogy szeretnének felterjeszteni a díjra, és nagyon meglepődtem, ugye ilyenkor köpnyelni sem tud az ember, hogy nagyon örül, és tényleg, hogy nagyon örül, hogy szakmai elismerésben fog részesülni, és utána még egy telefonhívás következett rá pár napra, amikor is már elbírálták a díjat, és engem neveztek ki, mint díjazott magyar népművészet és közművelődés kategóriában. Szuper érzés volt, és teljesen felegekben jártam. Avasd be minket a kezdetekbe. Többször beszélgettünk már, több formációban is felléptél, és szerintem a neved sem cseng ismeretlenül az itt élők számára, de mégiscsak mi volt az a néhány stáció, ami idáig vezetett a pályafutásodnak a fő pontjait? Te hogyan értékeled, és mit tekintesz annak? Igen, a népzenével és a néphagyományokkal már korán kapcsolatban kerültem, mivel ugye a szüleim mindketten pedagógusok, valamint hagyományőrző népművészek, és ugye a családdal nyarainkat javarészt ilyen országos hírű népzenei táborokban töltöttük, mint a Csutorás tábor is, ugye Birinyi József által szervezett tábor, és mi is szerveztünk otthon a környéken élő gyermekeknek gyerektáborokat, és már 5 éves koromban már néptáncra, népi énekre irattak be, illetve emellett citerázni is tanultam édesapámtól, Tóth Béla Ottótól, és édesapám látta, hogy a citera nekem könnyű hangszernek bizonyul, és ezáltal beíratott népi hegedűre, és egy kisebb zenekarba is csatlakoztam, ő volt a tekergő zenekar. Itt a környékben Dabasra is jártunk zenélni, néptánc együtteseket kísérni, illetve népzenei találkozókra, versenyekre jártunk a környékben, és meg kell említenem mesteremet, Vizeli Balázs, tőle tanultam 8 évi népzenét, illetve népi hegedűt, illetve a Kispántika énekegyüttesben Kaszásné Márkus Magdolnától tanultam énekelni. Innen rügyezett ki ugye a szeretete, a népzene szeretet, illetve hogy így tudtam magam már én is elképzelni. Balástól kaptam egy nagyobb inspirációt az órák alkalmával, hogy érdemes csinálni, és nagyon sok energiát ad, illetve én is tudok a zene által adni másoknak. És hát olyannyira nagy lökést adott mindez neked, hogy aztán így képzelted el a jövődet, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztél. Milyen szakon? Így van, ott végeztem. Előadó művészet, népi vonós szakirány, és 2015-ben pedig tanári mesterszakot kaptam, népi vonós szakirány, népi hegedű szakon Budapesten. Fontos volt egyébként, hogy ezt a tanári vonulatot, ezt a pedagógus vonulatot így tovább vidd és tovább add azt, amit te tudsz, amit érzel, amit szeretsz. Igen, belülről éreztem már érettségi alatt, hogy nekem zenei pályára kell mennem, és ott fogalmazódott meg bennem az az igény, hogy komolyabban kell foglalkoznom a népzenével, illetve a népi hegedű mesterséggel, és treníroztam magam, felvételire készültem, tényleg magántanárokhoz is eljártam, és így sikerült is felvételt nyernem, és most meg már a hivatásom ugye a tanítás, illetve az előadó művészet és a népzene aktív ápolása. Hogy állunk mi a népzenével 2018-ban? Milyen a viszonyunk? Arra vagyok kíváncsi leginkább, akik nem feltétlenül ebben nőnek fel, és nem tényleg már az anyamében szívják magukba a népművészetet és a hagyományok ápolását. Köszönöm a kérdésedet, igen, ez pedagógus szemmel elég jól meg tudom figyelni két munkahelyről is, hogy teljesen más ugye a beállítottsága a gyerek, akik vidéken élnek, és akik a fővárosban, Budapesten. Rohan a világ velük, és muszáj megállni ugye tanórákon is egy picit, hogy gondoljuk át, hogy honnan gyökerezik ugye a néphagyomány, a hagyományaink, a zene, a néptánc is, hogy mennyire komplexen működött ez régen egy szerves egészet alkotott ugye a falvaknak és a községeknek az életében. És én próbálom ezt az elhivatottságot átadni a gyermekeknek, és tényleg végig zenéljük az órákat, egymás közösségében vagyunk, kamarazene órákat tartok, ami által ugye a zenei nyelvezetet tudják egymásnak átadni, egymással gyakorolni, és úgy látom, hogy van foganatja, hiszen egyre jobban érdeklődnek, én is anyagokat adok nekik, hallgassanak régi gyűjtéseket, ne csak a mai világban éljenek, hanem egy picit gondolják át, hogy mennyire lelassult világban éltünk régebben, és most meg rohan minden az idő is, és valahol így érzik ők is, hogy jó dolgot csinálnak, és tényleg minden óráról órára járnak, szóval sose hiányoznak, hál' Istennek. Sikerül lelassulnunk?
így a 21. században? Megmerünk állni? Igen, ez jó kérdés. Néha ugye le kell lassítanunk és átgondolni, hogy hová is folytatjuk az utunkat, hová is tartunk. Én úgy gondolom, hogy sikerülhet, de fel kell vennünk a mai rohanó tempót. Ez a népzenére is igaz, és ugyanúgy egy autentikus, régi paraszti világból származó anyagot is át lehet adni. Lassan, átgondoltan, és úgy, hogy szeretetből szóljon az a muzsika. Egy-egy ilyen díj téged megállít? Gondolkodásra késztet, lelassít egy kicsit, vagy pont ellenkezőleg? Nem, ellenkezőleg nagyon feltölt, és nagyon motivál, hogy jó úton vagyok, mivel ez is volt a díjnak a lényege, hogy ne hagyjam abba, illetve ne tegyek vissza a tempón, hanem előre haladjak ezen az úton, és minél több inspirációt szerezzek a további munkámhoz a jövőben is. És hát akkor mi lesz a jövő? Látod már az előtted lévő célkitűzési pontokat, amelyeket bizony el akarsz érni, és meg akarsz ugrani? Igen, folytatnám a most elkezdett munkát, és jobban összpontosítani most az archaikus, illetve a rekonstrukcióra, a népzenére, hiszen ebben van a gyökér, és ebbe tudunk kapaszkodni. Persze a mai világ formájára is át kell formálnunk, de nem feltétlenül kell áthangszerelnünk egy népzenei nyelvezetet, ami önmagában is ugye megállja a helyét, és élvezhető, hiszen érzik az emberek benne az ősi zenei nyelvet és erőt, és hogy hova tovább, mi a jövő, szeretnék egy lemezt kiadni ugyanígy népzenei rekonstrukciókból, mert nagyon-nagyon sok jó zenekar volt régen, akit ugye feledésbe merítenek az emberek, nem tudnak róla tudomást, és ezáltal egy fiatalos junior szemlélettel játszanám ezt a lemezt el a zenekarommal együtt. Itthon képzeled el a jövőt, a karrier építést, a lemezkiadást, vagy külföldre is kacsingatsz, hiszen hogyha végig tekintjük az életpályádat, akkor több országban is megfordultál, és hirdetted a magyar kultúrát. Igen, nekem a célom, hogy itthon maradok, mivel voltam kint 14-ben Sydneyben, Ausztráliában, a magyar közösségeknél, és 16-17-ben pedig Stockholmban, Svédországban, férjemmel Sándor Istvánnal, és itthon képzeljük el a jövőt, hiszen az itteni magyar gyerekeknek is ugyanúgy szükségük van elhivatott pedagógusokra, illetve hogy a magyar kultúrájukhoz közelebb kerüljenek, megismerjék azt, és hogy nyitottak legyenek erre, ne zárkozzanak be, és ne a mobiltelefon világába, illetve a számítógépes világba zárkozzanak, hanem járjanak el közösségbe, legyenek együtt. De ez persze nehéz, de ez egy kihívás. Mit üzenél a felnövekvő generációnak? Sokan itt a környéken, vidéki kis kultúrházakban citeráznak, hegedülnek, ápolják a kultúrát, és gondolni sem mernek arra, hogy ebből ki lehet lépni, és ha ezt valaki komolyan gondolja, akkor igenis nagyon szép eredményeket el lehet érni. Hát pont úgy, mint például te. Én azt üzenném nektek, hogy türelmesen, tényleg odafigyelve gyakoroljátok azt, amit tanultok, és hallgassatok a mesteretekre, akitől éppen tanultok, mert ő, higgyétek el, hogy ő tudja, hogy miből lehet építkezni, és ugyanúgy fejlesztétek magatokat, nézzétek meg az internetes oldalakat, Hagyományok háza honlapját, a Folk Rádió honlapját, járjatok el táncházakba, szívjátok magatokba azt a kulturális közeget, amiből lehet nagyon sok energiát és erőt meríteni, hogy igenis jó úton jártok ti is, és gyakoroljatok szorgalmasan. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, sok sikert kívánunk neked, és hát a díjhoz még egyszer magam és az egész táb nevében gratulálok. Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és mindenkinek szép napot kívánok.